Közös petícióban tiltakozik a Hódmezővásárhelyen bevezetett földadó ellen a MAGOSZ és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A Márki-Zay Péter által vezetett baloldali többségű közgyűlés novemberben döntött arról, hogy hektáronként 10.000 forinttal sarcolja a gazdákat, annak ellenére, hogy a szektort idén az asszály, valamint a növekvő energia és műtrágya árak is komoly kihívások elé állították. Az érdekképviseletek szerint a Hódmezővásárhelyi példa csak a kezdet, és a baloldal más településeken is kivetheti a földadót. Domján Sándor agrármérnök szerint mindez teljesen ellehetetleníteni a magyar parasztság életét. Hát gratulálok a Márki-Zay Péternek, hiszen eddig is elmondta a számtalan szól, hogy bármikor elárulná az országot, miért elárulná el a benne élő parasztságot. Megkérdőjelezném, hogy tudja, mit beszél, hiszen azután, hogy az évszázad asszálya után vagyunk, teljesen kiszámíthatatlanná vált a parasztok élete, és ez nem az asszály elsősorban, hanem a Covid, a háború. Senki nem tudja megmondani, hogy jövőre mennyit fog kapni a paraszt a búzáért, a kukoricáért, a napraforgóért, bármilyen termelvényéért. Azt nagyjából meg lehet mondani, hogy a háború előtti időszakhoz képest háromszorosába kerülnek az inputanyagok. Mondjuk tegyük hozzá, hogy legyen még egy adó is, akkor négyszeresébe fog kerülni, biztosan tönkre megy. Hát így módon is el lehet venni a parasztoktól a földet, de ha neki ez a célja, próbálkozzon vele, szerintem egyedül van. Az embereket nem tönkre fogja tenni, csak nekik is kiüríti a pénztárcáját, hiszen most is zúgolódunk, hogy drága a kenyér, drága a hús, drága az olaj. Ez semmi ahhoz képest, hogyha nem magyar kézben lennének a magyar földek, hiszen akkor a többszöröse lesz a jelenlegi áraknak, na az már igazán komoly érvágás. Megyénkben is több mint 100 ezer hektárnyi asszálykárt jelentettek a gazdák, ezt tetézné a Márki-Zay Péter féle földadó. Bár az adó a földtulajdonosokat terheli, az összeg a gazdák által fizetett bérleti díjakban is megjelennek, a hatásait pedig mindenki megérzi majd. A MAGOSZ és a NAK kedden közös petíciót indított a földadó ellen, szerintük ugyanis a Hódmezővásárhelyi példa csak a kezdet. A baloldal az egész országban bevezetni a földadót, ha lehetne, mondta Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos, aki leszögezte, a magyar gazdák kárára nem lehet válságot kezelni. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy a gazdákkal kötött megállapodás tiszteletben tartva a kormány kiemelt társadalom politikai feladatának tekint minden agrárkérdést, ezért a földadó ügyében is támogatni fogja az érdekképviseletet.